Ismét lesett a hó, ismét ugatnak a kutyák, a farkasok, a medvék. Én meg folytatom a független filmes életem egyik nagy kisiklását, professzionális házmesterként itt fent, az Erdély hegyekben. A drága holland barátom ezelőtt 7 hónapja magára hagyott, visszamenekült Hollandiába, a családjával. És azóta itt élek, elszigetelten, a halsokban, de nem bánom. Tegnap késő este érkeztem vissza Kolozsváról, be kellett ugnom valamit elintézni. Szerencsére időben visszajöttem, és ma reggel ez a kép fogadott. Nem panaszkodhatok. Szerencsére időben visszaérkeztem tegnap éjszaka Kolozsvárról. Ugyanis elkészült az autóm. Egy szakadék mélyéről sikerült kiszedni, és hála az egyik támogató kedves barátomnak, aki küldött egy kis pénzt nekem. Sikerült a hengerfejtömítést megcsináltatnom, és így most végre mobil vagyok, tehát nem vagyok teljesen bezárva itt, a semmi kellős közepén, ahogy látjátok. És tűzrakás következik. Reggeli csendélet. Ők azok a kutyusok, akikre vigyáznom kell, van belőlük 3. Ez a 3 kutyus a legjobb barátom. Ők tudnak szeretni, feltétel nélkül szeretet. Van 2 macska is itt a házban. A háziak így bízták rám 7 hónappal ezelőtt ezt a helyet, hogy a macskákra is kell vigyázzak. Úgyhogy nem csak professzionális házmesterré lettem független filmesből, hanem igen, ez a tároló. Bemegyünk. És akkor ez a gyújtós. Ennyi maradt belőle. Sajnos itt már mindent eltüzeltem, úgyhogy nem sokára ismét fát kell rendelni, de azért ezzel már túl lehet élni. Úgyhogy a tüzelőt azt itt rakom kosárba, és hát amikor kilépek, akkor ez fogad. Itt pedig megyek le erre a gyönyörű föld alatti részhez, ahol nemrég betörtek és elloptak néhány rakásfát. Ki tudja, ki volt, de a lényeg az, hogy nincs semmi baj. És itt a föld alatt, ahol van a kis kazán, amit nem sokára ott meg fogok rakni fával, itt láttok néhány, egészen pontosan 2 darab tartályt. Kitalálták nagyon okosan, hogy arra az esetre, amikor nincs víz, ez szokott lenni olyan is, hogy 4-5-6 napig nincs víznyomás, akkor ezekből itt a mögöttem látható depozitokból, tartályokból, hát lehet tusolni és mosogatni. Ezt naponta 2-3-szor meg kell tennem, amikor nagy mínuszok vannak. Itt van ez a gyönyörű kis kazán, ami fával működik. Először ki kell szedni belőle a halut. Ilyen, most a lélegzést leállítjuk. Utána pedig a fészerből hozom a fát, és megpróbáljuk meggyújtani. Nem túl száraz sajnos. Na, akkor menjünk vissza a föld alá, és csináljuk tovább a melegítéshez szükséges processzust. A jó bevált régi, hagyományos, tradicionális dolgokkal egész jól lehet lenni. Tűzrakás van ennyi, és akkor jövünk föl a felszínre, a dantei világ egyik magasabb bugyrába. Ott van a budim, kifejezetten kellemes használni a nagy minuszukba. Az embernek a segge jól oda tud ragadni, de csak vicceltem, van fürdőszoba a házon belül is. Úgyhogy most láthatjátok, hogy itt semmi közepén kb. Ilyen a ma reggel. Végre itt bent a házban, és a kalorifer. Azt így mondják itt, hogy a kalorifer kezd melegedni. Ez az a hely, ahol most dolgozok, és itt készülnek a vlogadások, illetve a következő filmjémet itt komponálom meg. Drága holland barátomnak itt van egy kis pianinója is, úgyhogy ha komponálni kell más instrumentumon, akkor az is megy. Jó, ez most nagy képűség volt, mert zeneszerzés az nekem nem az erőssége.
mint Volcsár listának, ezt többen tudjátok, akik követitek az adásaimat. Sikerült néhány snittet készítenem Kalotaszentkirályon a március 14-én lezajlott egy kis összejövetelen ünnepségen a szabadságharcunk tiszteletére. Nagyon meglepődtem, ugyanis a tiltások ellenére a román állam engedélyezte, hogy egy ösztöndíj átadót ezzel a szép megemlékezésünkkel megtartassák az itteni magyarok. És a legnagyobb meglepetésemre nem csak a gyönyörű névviseletben tündöklő néhány hölgyet sikerült elcsípnem néhány snit erejéig, hanem bizony még a top politikusok közül, a magyarok közül kellemen Hunor is lejött, aki most Románia miniszterelnök helyettese. Úgyhogy érdekes találkozások voltak. Nem volt egyszerű a filmezés, mert az itteni zsaruk árgus szemmel figyelték, hogy ki mit csinált. Persze a helyi sajtónak a képviselői, néhány fiatal kolléga itt volt, és egymás körül keringtünk a kameráinkkal. Hogy lássátok ti is, hogy a nagy tiltások ellenére mégis meg lehetett tartani egy ilyen kis összejövetelt az itteni magyaroknak. Nagyon jó érzés volt látni ott lent Kalotaszentkirályon, hogy vannak még olyan fiatalok, kamaszok, akiknek tekintetét elcsípve. Érezhetem azt, hogy nincs semmi baj, vannak még tiszta emberek, és jó felé halad ez a világ. Bizonyos szögletei legalábbis. Azért is érdemes, hogy elgyertek majd Kalotaszentkirályra, amikor vége ennek a vírus őrületnek, hogy egy jó csobbanjatok, ugyanis sikerült felépíteni egy nagyon professzionális úszodát. Ennek az úszodának az átadóján nem lehettem már ott, más dolgom volt, el kellett menjek, de a lényeg az, hogy fantasztikus helyek vannak, nagyon jól fejlődik itt Kolozsváron, Nagyváradon, itt Kalotaszentkirályon, nem csak gazdaságilag, hanem úgy látszik, hogy a lelkek is épülnek, folyamatosan nagyon jó emberekkel sikerült megismerkednem most is, ez alatt a kis ünnepség alatt, úgyhogy javaslom, hogy amikor vége ennek a vírusörületnek, akkor gyertek. Úgyhogy jó érzés volt látni, hogy minden lehetséges, ha egy ilyen kis község össze tud hozni egy verseny uszoda szintű sportkomplexumot, akkor csak annyit üzennék a magyarországi moslék koalíciónak, hogy bizony akármit mondanak és tesznek otthon a baloldali árulók. Itt jól vagyunk, megoldjuk a dolgainkat, túléljük, és amikor ti már nem lesztek sehol, csak a süllyesztőben, akkor is mi szépen építeni fogjuk itt fent ezt az országot. Minden jót! Sziasztok!